Szerintem a pulzusom az, ahogy közeledünk a repüléshez, egyre magasabb. Hát majd meglátod aztán, amikor leszállunk, akkor azt fogod mondani, hogy csak ennyi volt. Ebben egy pilóta képzés úgy zajlik, hogy ketté bontjuk azt, hogy mi a cél. Ugye képezhetünk hobbi pilótákat, és képezhetünk hivatásos közforgalmi pilótákat. A hivatásos közforgalmi pilóta képzés az egy nagyon komplex képzés. Ott ugye figyelnünk kell a pilótáknak a pszichofiziológiai állapotára, illetve a különböző kompetenciájának fejlesztésére. Ezen gyakorolnak a diákok? Így van, ezen történik a hivatásos közforgalmi pilóta képzés és a hobbi pilóta képzés is. Mi az, amit legelőször megmutattok ilyenkor nekik? Hát hogyan kell körbejárni a repülőgépet és felkészíteni a repülésre. Ha azt mondjuk, hogy valaki hobbi szinten szeretné űzni ezt a nagyszerű sportot, akkor körülbelül 3 hónapra van szüksége ahhoz, hogy ő pilóta lehessen. Hogyha valaki pedig hivatásos polgári közforgalmi pilóta szeretne lenni, akkor 18 és 24 hónap közti időtartamra tehető az, amint végig tud menetelni a képzés minden szakaszán. Megfogjuk a szárnyvéget, és kicsit megmozgatjuk, és próbáljuk keresni azt, hogy a bekötésben van-e bármilyen lazulás, hiba, és azt nézzük, hogy ahogy mozgatom a szárnyat, akkor az így egy teljes egész rendszert alkot, és nincsen benne kotyogás, nincsen benne semmilyen lazulás. Ugye ez azért fontos, hogy ne szakadjon le a szárny, amikor elindulunk a levegőbe. Az tényleg nagyon fontos. A repülés oktatóknak nagyon fontos az, hogy a diákoknak át tudják adni azt a fajta szakmai alázatot és hozzáállást, ami hozzásegít őket ahhoz, hogy különböző krízis helyzetekben az emberi teljesítő képességük határain meg tudják őrizni a cselekvő képességüket, és meg tudják oldani a különböző komplex szituációkat. Az ástizsgálás követően tulajdonképpen mi eldönthetjük azt, hogy mi légi alkalmasnak találjuk repülőgép parancsnokként a repülőgépet, vagy pedig nem, és ez minden légi jármű parancsnoknak a saját hatásköre és feladata. Akkor most alkalmas? Azt mondjuk, hogy alkalmas. De csak azt mondjuk, legyen biztos. Így van, biztos, hogy alkalmas. Gyerekkoromban eldöntöttem, hogy nekem ez lesz a célom, és ezt a célt üldözni, amíg el nem érem. És ezt a célomat, ezt idén februárban kezdtem el úgymond gyakorlatosítani, hogy elkezdtem ezt a képzést. És ejtőernyő van bent? Nincs. Ezen a típuson nincsen. Jobb oldal lesz a tiéd. Ja. Megjövök a másik oldalról. Csak azért, mert... Na most ezzel tudod a repülőgépet irányítani. Ez a kormány. Ez maga a kormány. Hogyha kinézel, látod, hogyha eldöntöd oldalra, akkor egyik oldalon le, másik oldalon pedig fölmozog. Hozzájuk visszajut. De ez zseniális volt, úgyhogy köszönöm szépen a repülést, nagyon jó volt. Nagyon szívesen, gyere máskor is.